Bemutatjuk, hogyan lehet vadgesztenyéből egyszerűen, gyakorlatilag ingyen, hatékony és környezetbarát mosószert készíteni. Csupán gesztenyére van szükségünk, melyet könnyen találhatunk, főleg nyáron parkokban, erdőkben. Fontos, hogyha huzamosabb ideig tárolnánk, akkor ezt egy szellős helyen tegyük, például egy ilyen hálós zsákban, hogy ne poshadjon be. Egy tálba öntsünk langyos vagy meleg vizet. Egy liter mosószer elkészítéséhez mindössze 4 darab gesztenye elég. Mi most 4 litert készítünk, így 16 darabot fogunk használni. A gesztenyét tegyük bele a vízzel teli tálunkba 2-3 órára ázni. Ez a lépés azért fontos, mert a száraz vad gesztenyét felvágni és megpucolni sokkal nehezebb. Ha megfelelően megpuhultak, elkezdhetjük őket felvágni. 4 részre vágva könnyebb meghámozni, mintha csak félbevágnánk. Miután meghámoztuk, vágjuk a gesztenyéket apróbb darabokra, hogy a bennük lévő hatóanyag könnyebben kifőjön belőle. Vegyünk elő egy lábast, és öntsük bele annyi vizet, amennyi mosószert készíteni szeretnénk. Tegyük fel forni a vizet. Mielőtt felforna, szórjuk bele a megpucolt és felaprított gesztenyebelet. Hagyjuk felforni. Ha rátesszük a fedőt, gyorsabban felmelegszik a víz. Néha kavargassuk meg. Miután felforrt a víz, még 2-3 percig kavargassuk, és csak utána kapcsoljuk le a gázt. Hagyjuk kihűlni. Vegyünk elő egy nagyobb edényt, amiben leszűrhetjük a kifőzött mosószert. Jó, ha az edénynek van kiöntő csőre, mert így könnyebb lesz átönteni. A szűrést a mosogatóban érdemes végezni, mert a lábasból könnyen kilöttyenhet a mosószer. Vegyünk elő nem használt műanyag flakonokat. Ha van otthon kiürült mosószeres palack, akkor azt most újra hasznosíthatod. Egy tölcsér segítségével merőkanállal kanalazzuk, vagy egyenesen öntsük át a tálból a folyadékot. Ezután zárjuk le. Tárolni hűtőben érdemes.